Ένα σύντομα. Köszönöm, Kozi! Sziasztok! Én nem készültem előre, én most kaptam ihletet. Most kaptam ihletet, ahogy láttam a fiatal embereket. Iskoláról szeretnék beszélni. Hát általában jó tanuló voltam, matekból nem volt igaz ez, mert kiborult az egyik tanárunk matekból, hogy az osztálynak a 80%-át meg fogom buktatni. Én beszóltam, hogy hát nem is vagyunk annyian. Annyira nem örült neki, igazából. Ugyanez matek óra volt következő órán, ugyanis megint kiborult, ugye, hogy ebben az osztályban 25 idióta jár. Beszóltam, hogy 26. Tibor, menjél ki az osztályból! Megyek kifelé, hát így a tanárnak lesz igaza. Ugye? Hát főiskolár mégis felvettek. Eljutottam az első vizsgámra is, szintén matekból, ugye ez csoda. És én mindenki szépen ki volt öltöző, volt néhány szaktársam, akik idősebbek voltak nálam. És jött az egyik ilyen melegítőbe, meg hólóba, félig lehúzott melegítőbe volt. Mondom neki, mi van, bazd meg, így jöttél vizsgázni? Azt mondja, nem, bazd meg, így jöttem vizsgáztatni. Érzitek, hogy mit beszélek? Hát, Dolby Surround lett a vizsgám, 5.1-es, ugye? Nagyon érdekes családom van amúgy, nagybátyámmal kezdeném, ő favágó. Nagyon ügyes, tehetséges, készült vele egy interjú valamelyik helyi tévéadóban, és hogy hát, Frici bá, Frigyesnek hívek Frici bát, ön mondta, hogy tanulta ezt a mesterséget, ezt a favágást. Hát én a Szaharában tanultam. Szaharában nincs is ott fa. Már nincsen. TSZ-től kapott egy láncfűrészt, hogyha mégis annyira jó, akkor gyorsabban menjen a munka, ugye? TSZ-be dolgozott. És hát napi 25 fát tudott kivágni. Jött is utána a TSZ elnök, miután megkapta, hogy hát nem nő a termelés, mi történt. Hát ugyanez a láncfűrészsel meg, ugyanúgy csak 25 fa megy kivágásra. Nem jól csinálja, megmutatom, beindítja a láncfűrészt, nagybátyám megszól, mi ez a berregés? Hát végül is aztán rákapott az ízére, mert aztán a tényleg beindította, úgy nyomta a favágást, amikor is megszaladt a kezébe, és levágta mind a 10 ujját. Rohant is gyorsan a balesetire, hogy hát nagy a baj. Persze, semmi baj, ez a legjobb sebész az országban, megcsináljuk, adjad az ujjait. Hát nincs nálam. Hát mi az, hogy nincs, hát nem tudunk csodát csinálni, hát az ujjai kellenek. Miért nem hozt el? Hát nem tudtam felszedni. Érzitek, ugye? Na, másik. Itt hallottam a keresztrejtvényes poént az előbb. Erre rácsatolnék egy kicsit. Van még időtök? Van még idő? Jó? Oké. Tehát volt egy pályázat, az volt a kérdés, szerelem nyílása. Hát pápa megfejtette, ugye? Beküldte a megfejtést, kapott egy visszacsatoló e-mailt, hogy hát tisztelt pápa, 5400 helyes megfejtés érkezett hozzánk. Kettő helytelen volt. Az egyik az öné, mivel hogy nem szerelemnyílása volt, hanem szerelemnyílasa, ami ugye ámor, négy betű. Csak az öné volt rossz, majd kisipolják, Pina. És a püspök úrja, aki azt hitte, hogy segg. Köszönöm szépen. Még lett volna néhány poénom, de igazából elfelejtettem, majd ezt talán a következő fellépésnél, hát ha megjelenek, akkor el tudom mondani. Igen, megvan. Akkor még ha most van időm, akkor elmondom ezt az utolsó, hogy nagypapám 90-valahány éves volt, és mindig kérdeztem, hogy hát hogyan lehet ilyen sokáig élni. Minden nap egy
kávéskanál puskaport meg kell lenni reggel kávéhoz. Én nem hittem el, napokon tesója az így csinálta, 93 éves, az nagyon sok mindent maga mögött vagyott, 14 gyereket, 23 unokát, 35 dédunokát, és egy 2 méteres lyukat a krematórium falán. Ez is egy teljesítmény, de most ezt befejeztem, jól? Köszönöm szépen a figyelmet!